Nevetéstől volt hangos a szabadkai sítaerdő. Kicsik és nagyok kéz a kézben fogtak össze a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Nagyon szép ötletnek tartom is, amikor csak tudok, akkor ilyen jótékonysági kedvezményeken, meg ilyen bemutatókon részt veszek, és szoktam az iskolának a gyermekeit is segíteni, veszek, amit ők saját maguk elkészítenek, kis emléktárgyakat is, akkor ez véget is szerettem volna eljönni. Meg egy természet nagyon szép, jó az idő egy szép sétával összekötni, és jót is tenni. A Villankor alakú is részt vettek a jótékonysági sétán. Hallottunk erről a szép akcióról, és úgy döntöttünk, hogy közösen hozzájárulunk az iskola megsegítéséhez, ahol a beteg gyerekekkel foglalkoznak. Akadtak szép számmal gyerekek is az eseményen, ők beteg társaikon szerettek volna segíteni. Jó, nagyon, és nagyon jó itten ilyen helyre lenni, és barátkozni a másik emberekkel. Az összegyűlt pénzzel a Zsárkóz Renyanin gyógypedagógiai általános és középiskola diákjainak tanulását segítenék. Nagyon alaposan és nagyon szépen foglalkoznak a gyerekekkel, nagyon sok türelemmel, logopédus, defektológus, pszichológus, tanárok, és középiskola is van a Zsárkóz Renyanin iskolába. Képeznek virágkötőket, automosó, utána ilyen lakatos, tehát ilyen lakatos műhelyük is van, és van egy varodájuk. A varodában lányokat képeznek ki, és kapnak egy foglalkozást. Nagy szüksége van az iskolának új feljárókra, a mozgássérült gyermekek kerekesszékkel való közlekedésének megkönnyítésére, valamint a diákok motorikai készségeinek fejlesztéséhez fatáblákat vennének. Ja se radujem, što je tako lep dan, što smo se okupili, što je jako lep i human povod i što možemo da komuniciramo, da se družimo, da se upoznajemo. Vidimo ovdje i roditelje koji imaju takvu decu, koja će biti verovatno budući naši učenici. A séta végén közös uzsonna várta a résztvevőket.